A szokásos mozdulatokkal zajlik ennek az autónak a tisztítása a szekszárdi autópatyolatban. A külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, polírozás mellett azonban ennél a patyolatnál ózongenerátoros fertőtlenítést is végeznek a járművekben. Általában 20 percre állítjuk be, tehát a 10 perc is már bőven elég az autó utasterének a lefertőtlenítéséhez, és utána a megtisztított autót zárt térbe kell ezt járatni. Az ózon a nap UV-sugárzása és elektromos készülék által jön létre. Kiváló antibakteriális hatását a nyugati kultúrákban már az 1920-as években használták levegő tisztítására és fertőtlenítésre. Manapság pedig használják mindenféle helyiségben, például éttermekben, szoláriumokban, közösségi terekben, de járművekben, mentőautókban, taxikban is. Utóbbira mostanában különösen gyakran van példa, mondja Lehel István, az autópatyolat vezetője. Ezt mi egy ózon generátorral oldjuk meg, ez egy régi technológia, tulajdonképpen ezt több, tehát akár 10 éve is használják. A SARS vírussal kapcsolatban Kínában meg Japánban, ezelőtt azt hiszem az olyan 5-6-7 éve volt, vizsgálták ennek a hatékonyságát, és teljes mértékben elpusztítja a SARS vírust, és a koronavírus az tulajdonképpen ugyanilyen, tehát mint a testvére lenne ennek a vírusnak, nagyon hatékony. Nem véletlenül terjedt el az ózonos fertőtlenítés. Ez ugyanis vegyszermentes, és a hagyományos fertőtlenítőszereknél sokkal, egyes vizsgálatok szerint 50-szer hatásosabb, és akár 2000-szer gyorsabb a hatásmechanizmusa, vagyis erősebb. De akkor hatásos ez a technológia, hogyha előtt az ember a fertőtlenítendő felületet megtisztítja, lepucolja, tehát mi is kitakarítjuk az autó belsejét, és utána ezt a készüléket betesszük. Tehát ez annyira hatásos tulajdonképpen a teljesítmény függvényébe, hogy 10 perces kezelés elég lenne az egész utastérnek a fertőtlenítésére, de mi 20 percig hagyjuk benne ezt a gépet. Lehel István azt mondja, a koronavírus járvány miatt most díjtalanul adják ezt a szolgáltatást az autótakarítást megrendelő tulajdonosoknak, továbbá az egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak. Hiszen a járvány miatt elsődleges a különböző eszközök fertőtlenítése, ezek közé tartozik az autó is.